Az autó az egy 2008-as Ford Focus WRC. Érdekes, mert pont annak az autónak mondhatjuk azt a testvére, amivel Spanyolországba a VB futamon mentünk. A csapat pedig alapvetően, ez nagyon érdekes, alapvetően egy formaautós csapat, tehát egy formaautós kategóriában van nagyon nagy hírneve, és olyan embereket nevelt ki, mint a Liuzzi, vagy mint aki most a Toro Rosso-nál versenyzik, a Ricardo. Forma 3-as Európa szériában versenyeznek, illetve az olasz bajnokságban. De tavaly úgy döntöttek, hogy vesznek egy rally autót, és elkezdik ezt a rallis irányt is erősíteni. És ezt az autót Belgiumból, a Wevers csapattól vették meg. Ez egy nagyon jó karbantartott autó. Igazából a Ford gyári képviselet, az M-Sport is őket ajánlotta, hogy ez egy nagyon jó kocsi. Úgyhogy hát reméljük, ez így is lesz. A teszten bebizonyosodott, hogy egyrészt nagyon értenek hozzá, másrészt nagyon, nagyon precízek annak ellenére, hogy olaszok. Persze az olasz mentalitás azért átjön, mert van egy kis késés, van egy kis csúszás, állandóan röhögnek és lazák. Az autó fejlesztését ugye mindig a gyárak mindig azért azt csinálják, hogy a súlypontot próbálják lejjebb és lejjebb vinni. Lehet látni, hogy a Zsíros Gabi ülése teljesen len van a földön, az enyém is rendesen len van, ugye nekem jobban ki kell látni. A navigátor az általában, sajnos mondhatjuk ezt, hogy a mérnökök szempontjából nem annyira fontos, tehát nem az a fontos, hogy a navigátor jól lássa az utat, hanem az, hogy az ő súlypontja minél az autó középpontja felé és minél lejjebb legyen. Ezért van, például nagyon érdekes volt Murva beállítással, amikor mentünk első nap Spanyolországban. A Gabi igazából a gyorsításkor nem is látott ki a kocsiból, csak a fékezésekkor. És ez az autónak a lelke, ez a központi panel. Itt kapcsoljuk be a gyújtást, itt kapcsoljuk be magát az elektronikát, akkor ki is gyulladnak a műszerek, és a legfőbb információkat, azokat ideírja ki a navigátor elé. Nekem csak akkumulátor töltöttségi szintet és sebességi fokozatot, illetve vízfokot mutat. Ezek a legfontosabb információk, de a gyorsági közben csak ez a két információt a sebességi fokozat látszódik. Itt a kijelző mindent lehet látni, hanyadik gyorsasági felé megyünk, hogy állunk a köztes kilométerrel, mennyi a pontos idő, mennyi üzemanyagunk van, hány kilométer van hátra, menet közben a sebességet is mutatja, illetve hát ezt Gabinak kell léptetni, és gyorsaságiról gyorságira változtatni a különböző beállításokat. Ezek alapvetően előre be vannak programozva, tehát az első gyorsági rajtjától folyamatosan tudjuk követni, hogy most etapon vagyunk, hány kilométer van hátra, mennyi időnk van odaérni, tehát ez mindent mutat. Elég összetett, és amikor 2010-ben mentünk először ezzel az autóval,
amikor kaptam verseny előtt egy héttel egy dokumentációt postán, egy 30-40 oldalas dokumentáció, melyben leírták az egész dashboardnak a működését, és most elő kellett vennem, meg kellett nézni, fel kellett frissíteni az élményeket, vagy ezeket a dolgokat, fel kellett elevenítenem, mert ez a panel, ami itt található középen, ez elég bonyolult, és elég sok program fut azon a kijelzőm. Az üzemanyagtól kezdve a métereken keresztül az idő, az autónak a különböző paraméteri beállításai találhatóak meg ezen a kijelzőn. Nagyjából ennyi, amit nekem kezelnem kell, a többi az a frici és az a pilóta feladata. Az autó, ugye ez a világbajnokságon szerepelt autó volt, úgyhogy van egy-két olyan funkció a kormányon, amit most nem használunk. Például van kipörgésgátló, amit most nem használunk, illetve van különböző kommunikációs rendszerek, amit most nem használunk. Nekünk ezen a versenyen, ugye a kormány környékén a legfontosabb dolog talán a váltó. A váltó ez egy szekvenciális hadsebességes váltó, ami egy ilyen elektrohidraulikus rendszerrel működik. Ez azt jelenti, hogy én csak egy kapcsolót működtetek. Hogyha fölfelé szeretnék váltani, mondjuk 1-esből 2-esbe, illetve így tovább, akkor magam felé húzom egy ekkora mozdulattal. Ha visszafelé szeretnék váltani, akkor csak előre tolom. Ez a piros gomb ez arra való, hogy 1-estől lejjebb ne tudjam véletlenül kapcsolni. Hogyha üresbe vagy rükvezve szeretném tenni, tehát hátramenetbe, akkor ezt benyomva tudom megtenni. Alapvetően ezek különböző irányjelző, ezzel kapcsolom a lámpasort, ez most nagyon fontos lesz ugye a versenyen. Ami nagyon érdekes ebben az autóban, a váltón kívül az a Ride program, ami minden VRC-t, illetve a VRC kedvelőnek mindig megdobogtatja a szívét. Emiatt a program miatt, vagy amit az elektronika miatt tud az autó borzalmasan elmenni a Ride-ból. Ez a fornál ez következőképpen működik, alapjáraton ezt a gombot meg kell nyomni, ugye ez nagyon érdekes, mert ugye power gomb jelöli, ez azt jelenti, hogy itt meg kell, hogy jöjjön az erő. Ott bekapcsolom a Ride programot, kinyomom a kuplungot, sebességbe teszem, behúzom a kéziféket. Itt nagyon fontos a sorrend egyébként, mert ha valamit rosszul csinál az ember, akkor ez az egész automatizmus ez leáll. És behúzott kézifékkel lelépek a kuplungról. Ez a legérdekesebb. Állunk egy helybe, a lábunkat félretesszük ide, ez azért is van így megcsinálva, hogy még illetve se legyen a lábad a kuplungon. Leveszed a lábad a kuplungról, oldalt van a lábad, teligáz, és 3 másodperccel a rajt előtt teligáz, és amikor nullát mutat az óra, elengedem a kuplungot, és az autó elrajtol. Onnantól kezdve már csak ugye kuplunk használata nélkül, csak a váltót kezelem, és hát bal lábbal fékezek, jobb lábbal nyomom a gázt, mint ahogy egyébként is más autókban.